Szervusztok, srácok! Mindennel előkészültem a Suicide Squad kipróbálásához. PS5 kontroller! Hozzácsatlakoztattam a PC-mhez. És most, amint nekivágtam elindítani a streamet, természetesen kurvára nem látja. Hurrá! Kitöröltem a listából, megpróbáltam újra csatlakoztatni, és nem megy! Ami kiborító. Nem értem, hogy miért nem látja, nem értem, hogy miért nem működik. Megnéztem interneten, bizonyos embereknek néha nem működik, máskor meg igen. Megmagyarázhatatlan, hogy mi alapján dönti el, hogy most csatlakozik a PC-mhez, vagy nem. De nem akar. Nem akar. Gondoltam, elindítom a streamet, hát ha ettől kedve támad. Bekapcsolni. Szervusz, 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 prukikám. Nem értem, hogy miért nem. Nem értem, hogy miért nem csatlakozik. Elvileg a játékot kontrollerrel kéne játszani, srácok. Lehet, hogy ebből billentyűzet lesz. Azt mondja, hogy... Lehet, hogy ebből billentyűzet lesz. Reri, köszönöm szépen a 14 hónapot! Nagyon kedves vagy. Köszönöm szépen a támogatást. Tud-e valaki esetleg erre egy megoldást? Vihar, sarki lány, köszönöm szépen a 2 hónapot! Tudtok-e esetleg erre egy megoldást, srácok, hogy nektek esetleg volt-e valami ilyesmi? Megpróbáltam a Nintendo kontrolleremmel, de nem hiszem, hogy azzal jól járnánk. Megpróbálom, de az, hogy a PS5 kontroller képtelen a PC-mmel összekapcsolódni, ez kicsit megerítő. A nudli az ki van borulva valamin, és nem tudok rájönni, hogy mi. Szerintem azért, hogy nagyon sokat üvöltözök. Neked mik az előzetes gondolataid a játéka kapcsolatban? Nagyon sokat csúsztatták, és az első trailer az olyan kriminálisan kurva szar volt, hogy nem volt túl sok hozzáfűzött reményem. Ez alapján kijött, és az a kevés hozzáfűzött reményem is elszállt. Alapvetően ez nem egy jó játék, engem a története érdekel. Azt mondják, nem sokat láttam belőle, tehát ez nekem új élmény lesz, de azt mondta Nessai nekem, akivel 2 kurva nagy pofon leosztása közben erről beszéltünk, hogy alapvetőleg nem egy élvezetes játék. Úgyhogy meglátjuk, én nem fogom sokat húzni az időtöket, de bele akarok kezdeni, meg akarom mutatni az elejét, hogy el tudjuk dönteni magunknak. De a faszom kontrollerem nem kapcsolódik, úgyhogy tudjátok mit? Legyen az, hogy ezt leszarjuk, és elkezdünk kontrollerrel nélkül játszani. Megvettem a játékot, ezért a valószínűleg másfél órás streamért. De tudjátok mit? A kísérletezés megéri. Anti-cheat, initializing, gyere kicsi anti-cheat, kill the Justice League, jöhet. Vajon miért kell ennek ekkora anti-cheat? Halljátok? Igen. Nem. Nem halljátok, várjátok. Várjátok, nem halljátok, most fogjátok hallani. Így van. Optimalizálja a shadereket ez a gyerek. Már 3-szor elindítottam ezt a játékot, nem tudom, mit optimalizál még. Oké. Okay. Elvileg most jók leszünk hangban, amint elindul. Oké. Okay. Igen. Signing into Warner Brothers Services, hát nyilván, mert az is abszolút kötelező. Ja igen, a játék az elején felajánlotta, hogy kitölthetek egy kérdőívet, hogyha nem szeretném, hogy ne adják el az adataimat. Nem az az alap, hogy nem adják el az adataimat, de egy hosszú és fájdalmas kérdőív kitöltésével meggátolhatom őket. Na, nézzük! Kriszti Lang, köszi! Oké. Deadshot! Elég csúnya ez a játék. Ez ilyen marad, vajon? Jó, megvan a hangulat. Ez tényleg ilyen videó. Full screen, ultra gear. Miért? Mi?
Ja, mert kis monitoron játszom. Ó, azért, oké, oké. De minden high-ra van állítva, nagyon jó. Na nézzük. Kicsit a érzékenységem még javítok. Utolsó próba. Esküszöm az utolsó próba, de megőrülök, hogy nem lehet kontrollert használni. Megőrülök. Hát, ha most. Hát, ha most. Most jött el az időt, kontroller! Ó! Várj el! Na? Nope! Nem működik. Faszom bele. Valaminek mindig szarrá kell menni a streamben, semmi baj nincs ezzel. Nyomjuk. Szerintem ez menni fog. Oké. Okay. Várjátok, akkor azt mondja, hogy kontrollt még annyival csinálom, hogy a... sensitivity-t kicsit felhúzom. Igen, ez így jó lesz. Szép. Hoppá! Bocsát, lehúztam véletlenül, hülye vagyok. Base sensitivity-t feltoljuk, így. Szép. Jó. Oké. Oké, szóval ez egy jó intro egy játéknak. Hangulatos. Double jumpolni is tudunk. Én nagyon szeretem a TPS akciójátékokat, nekem ez eddig bejön. Nem látom, hogy ezt miért kéne pont kontrollerrel játszani, ez nekem kézre áll egyelőre. Bocsát, hallgatom a szöveget is. Falat kell mászni, gondolom. Úgy, nagyon jó. Ez nem én csináltam, ezt ő csinálta magától, de fair. Jó, szépek a modellek is. Oké, értem. Afterburner! Nagyon jó. Oké. Adom, én szeretem ezeket a mozgás alapú játékokat. Ez nekem mindig kellemes, hogy kicsi platformer tesznek bele. Oké, és akkor lendeljük a shotokat. Oké. Jó. Aha, értem a játék lényegét. Woo! Oké. Kicsit még ezen módosítanom kell, mert ez nagyon gyenge. A sensitivity scope-val az nekem kevés lesz. Jó, én ezt adom! Hülye, mit ízeltek az emberek? Ez tök szórakoztató lesz, hogyha ez lesz így az alapja. Én imádok patogva lődözni emberekre. Ez teljesen jónak hat egyelőre, de lehet, hogy azért, mert csak az első 15 másodpercét tapasztaltam meg a játéknak. Oké, felrakunk mindent 69-re, hi-hi-hi. Perfect. Oké. Jó. I'm always prepared to hit my targets. Just switch up the guns. Aha. Slow breath. And... Aha. Azt hiszed, mi? Oké. Press control while in midair to kick start and cool down deadshot's jetpack to cross larger gaps. Ezért kell a kontroller, ez már messze túl sok gomb. Oké. Okay. Control while in midair to kick start and cool down. Oké. Okay. Hát ezt nem pontosan értem, hogy lesz. Ezt nem tudom, most nem tudom, hogy mit csináltam, de megcsináltam. Értem. Értem, ó, de jó. És akkor így lehet feljebb jutni, tök jó. Teljesen jó, megtanultuk. Nekem abban minden játék tetszik, amiben Harley Quinn van. Hát igen, egyébként az lesz valószínűleg a nagy lényege. Bocsát, próbálok haladni, mert nem nincs sok időnk. Oké, hol vannak a srácok? Még mindig nem elég érzékeny számomra ez a játék, nem baj.
Enemies remaining 3. Ó, valakit még életbe talált az élet. Hoppá. Hol vannak az enemik vajon? Hopp, nem erre. Jó, tutoriánál elakadunk? Nagyon adom. Azt mondja, hogy... This is Tamikaris ass shit! Hol vagy, hol vannak? Megyünk följebb? Megyünk följebb. Aha, így van. Hoppa, nem ez, nem ez, Q. Aha, nem is ezt, hanem akkor így. Ah, értem, bocsánat, igen. Ez mi a fasz volt? Nézzétek! Breakdance-et! Hülyék vagytok, ez teljesen jó! Most milyen fura mozgásom van? Ja, már a levegőbe lógok. Aha, értem! Ez nagyon, nagyon rossz az érzékenység, amit beállítottam. Mert nagyon sokat kell rángatnia. Úgy, úgy. Bullet time is van. Jó, ezt még érzékenyebbre fel kell állítanunk. Jó. Na, túljutottunk ezen. Nagyon fura az irányítása. Nagyon fura az irányítása. Térképen a piros pontok, igen, 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 azt még nem néztem meg. Bocsánat, de azzal voltam elfoglalva, hogy megőrülök ettől. Sajnos, ha valamiben nem jó a... Nem jó a... Ez a streaming setupom, nem nagyon kellemes a kezemnek, jobb kezemnek tartani itt az egeret, úgyhogy azon még kell segíteni. Oké. Okay. Gate to throw grenades! Oké. Okay. Ja, ez csak így kidobja. Oké. Okay. Csodás, ez sikerült, megyünk. Köszönjük. Várjátok, és akkor így át tudok dobni? Azaz! Jó, ez az érzékenység, ez pont jó. Ezzel már találgatom az embereket. Oké. Okay. És ezek töltények, oké. Okay. És akkor most jön a Shark! Let's meet the team! Most pénteken szereztem be ezt a csodás játékot, és alig bírom letenni. Remélem, te is annyira fogod élvezni, mint én. Na, nézzük a sztorit. Minigun. Nagyon jó. Experience would not be the same, Floyd Lawton. I would never ask you to simply look upon renderings of Atlantis. Oh, it must be experienced. Ennyire ez sokkal intelligensebb ez a Shark, mint amit megszoktam. Ah, Apex Pounce. Oh, vertical launch. Aha. Aha. Várjátok, ezt rosszul csináltam. Mert itt vertikál launcholni kell, akkor visszajövünk ide, aha. Nézzük, control és vertikál launch. Jó, hogy ennyire? Ó, oké. Okay. Adom egy kicsit mindenkinek más az irányítása. Apex Pounce! Bam! Aha, és akkor ővelük lehet, ez olyan, mint a Borderlands-be lehet seggelni, popsizni. Hogy hívtuk azért, mivel? Valami seggelés volt. Igen, seggelés. Jaj, a régi szép Game Day irodás idők. Kicsit Draxra emlékeztet a King Shark valamiért, nem csodálom. Press Shift, Hold, igen, oké. Okay. Aha, oké. Okay. Resistance than water as well. Excellent. I hungered for more enemies. Aha. Igen, és akkor rájuk ők. Arról van szó. Nagyon jó. Az intelligens gaming experience, hölgyeim és uraim. Nagyon jó. Megdöglöttél? Meg. Jó.
segugrás. Azaz. Melee. Press A to melee launch enemies into the air. Shocking. Shoot quickly after melee strike to guarantee critical hits. Nagyon adom! Oké. Okay. Ah, de jó! Jó ez, mókás! Kicsit rángatja a kamerát, nem annyira kellemes. Jó, tudom azt kell csinálni. Igen, tehát nagyon akciódúsnak érzi magát, de... Kicsit rángatja a kamerát. Na kíváncsi leszek, hogy ez akcióban hogy néz ki. Harley Quinn nagyon nehéz elbaszni, mint karakter, az a nagy helyzet. Az a nagy helyzet. Oké, és akkor most megyünk oda. Azt mondja, hogy hogy kellett azt? Úgy? Hú, ez nagyon messzire el tudunk ugrani, és akkor ide kell... Pont meg vagyunk. Nagyon jó! Hát, gyerekek! Ide megyünk, aha, és akkor itt kell... Na, eszméletlen mobilitás ez a játék! Eszméletlen mobilitás. Én látom, hogy itt akkora káoszok lesznek. Össze-vissza pattogunk, mint az idióták. És itt van a gonosz Superman. És Deadshot. Greetings, Deadshot. Shark nagyon OP? Jó, van, jó tudni. Igen, egyébként úgy érződik, gondolom, hogy jó sok HP-ja is lesz. Boomer, check in. És most jön a világ legjobb ellenfele. Fúj! Fúj! Értem, hogy... Á, Istenem, miért kell azonnal húgyszagolós viccel kezdeni? Jó van, megvan adva a karakternek. Ja, és ő tudja használni a Speed Force-t! Jaj, de jó ez! Ez comic accurate, gyerekek! Ez comic accurate a képregényekben is. Ugye miután kitalálták ezt a balfasz gonoszt, megpróbálták valahogy relevánsnak tartani, és igen, ő is tudja használni a Speed Force-t. Ja, a boomerangja után teleportál! Zseniális! Zseniális! Hát ez tök jó. Oké. Okay. Egyelőre én még tökre lelkesedek. Á, jaj, de hülye vagyok, értem! Oké, okay, bocsánat, ezt újra csináljuk. Most már értem, hogy ő vele nem ezt kell csinálni, hanem azt mondom, hogy... Így. Aha! Kurva jó! Nagyon jó, mindenkivel egy kicsit máshogy kell gondolkodni. Nagyon jó. Oda dobjuk a bumerángunkat. Ezt nem így akartam. Ezt nem így akartam, és ő nem tud dupla ugrani. Valamiért rögtön oda teleport, tehát nyomva kell tartani, és akkor megyünk. Aha! Kurva jó! Oké. Okay. Jaj, de jó, és ő a kis primadonna! Ez általában a JRPG-kben a tizenéves kislány küzdi. Csak így dobáljuk őket? Aha, és üvele is kell, érte, hülye vagyok, bazd meg, nem csak a... Azaz. És shotgunja van? Tökéletes, ő lesz a kedvenc karakterem. Ő a kedvenc karakterem. Várjatok! Ez micsoda? Ide be lehet menni? Ez úgy nézett ki volna pedig... Oké, okay, nem baj. Oké, okay. Press, hold, mid-air to permanent second speed force with slower range. Aha! Oké, okay, igen, értem. Aha, hú, ez nem lesz egyszerű vele mozogni. Harley, lesz még vicces a közlekedés, illetően arra, hogy kíváncsi vagyok, hogy ő vele mit csinálnak. Ő, ostorozik, vagy jójózik? Mert mi there perform the three short dashes in any directions. Control, na, bazd meg, ezt tényleg kontroll el kell. Nagyon, nagyon
nyakatekert az irányítása. Oké, tehát feldobjuk oda. Feldobjuk oda. Aha, igen. Jó van, ezt tényleg kontrollerrel kell játszani, srácok. Ezt már megtanultuk. Oké, feljutottunk ide, ez nagyon-nagyon ügyesek vagyunk. Na és akkor most jönnek a gonoszok, gondolom. Megtanulni ezt simán kezelni az érdekes lesz, nem? Nem, már itt vagyunk, kezd összeállni a csapat. Nagyon jó! Ő talán egyedül az, akivel a knock-up véget nem szélősz az automata kamera mozgásban. Igen, azt sejtem. I didn't see her through all the bodies. Hey, House, where'd you disappear to? Ain't got yourself beat up, have ya? Na, majd jöhet a Harley Quinn, kíváncsi vagyok. Deadshot's all. You ain't got no self-preservation. Gyerekek, micsoda? Harley Quinn és teljes ruhában van. Fantasztikus. Fantasztikus. Egyszerűen az meg garantáltam volna nektek, hogy jóganaciba fogják prezentálni, mint általában szokták. Fel van öltözve a Harley Quinn, hát mindjárt beszarok. Neki milyen fegyvere van? Spider, ne! Ő a Spider-Man! Hát a ruhájából sejthettem volna! Jaj, ő a pókember! Na nézzük, Miles Morales mit tud csinálni nekünk. Ja, de ő csak egyet tud, oké. Oh, yes! Yes! Jó, ez a kontroll irányítás, ez nehéz. Hopp, ugrunk egyet. Aha, értem. Jó, oké, minden tiszta. Bence, köszönöm szépen a 4 hónapos subscription-t. Nagyon kedves vagy, hogy támogatod a műsort. Die by Airball, ez meg alt. Miért másik gomb, mint a... Ah, Istenem, ez kontroll... Ez bizony kontrollerre találták ki. Jó van, nem baj. Ez tényleg szórakoztató egyébként. Milyen fegyvered van? Egy gépágyú. Nagyon jó. Oké. Feljövünk ide, és próbálunk kicsit gyakorolni, és akkor altal, boom, lelövünk. Yeah, baby! Jó, hogy mindenkinek ugyanaz a knock-upja van? Tehát ez mindenkinek egy ugyanolyan... Aha. Értem. Oké, a Harley Quinn is szórakoztató. Oda megyünk, felütjük. És kritikálókat ütünk bele. Nagyon jó. Oké, hát ez egy kevésbé komplex játék, mint vártam elsőre, de biztos vagy benne, hogy szórakoztató. Gwen pótlék kb. Hova megyünk? Nézzük meg. Aha. Oké. Jó van, az irányítás, ez kellemes. Just before reaching az edge, shoot past. Ez netto Spider-Man. Nagyon adom. Ez nem pontosan sikerült, de azért, mert megzavart a tutoriál. Semmi gond, oké, felugrunk. Nagyon kellemes. Azaz, de most sikerült, ugye? Igen, most jól csináltam, oké. Harley swing can charge will recover over time when the bar fills up, swing again for more distance. Oké. Készen állok. És ott van a kis repülő. Ott van a kis repülő, ami megmagyarázza, hogy miért tudunk a levegőbe repülni. Nagyon jó. Most nem sikerült. Oké, nem baj. Jaj, de vicces vagy, Harley-kám. Vajon ki a voice actor-je? Oké, és együtt van a csapat. Jó van, jöhet a story! Jöhet a story! Remek tutoriál. Meg kicsit unalmas, de... Elvégezte a feladatát.
We can get down to... almost forgot. There's a big honking group of baddies ready to descend on us like fresh meat at the buffet line. So, who's staying to play hero? Oh, okay. 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 Gyerekek. Ez egy nagyon jó roster. Mindenki megtalálhatja magának azt, ami igazán egyezik a személyiségével, a játék stílusával, és úgy általában a hangulatával akár. De mind tudjuk, mélyen a szívünkben érezzük, hogy az egyetlen helyes megoldás a shotgun. Semmi mással nem érdemes szinte soha játszani. Counter shot, you can use a charge counter shot to disrupt enemy behavior. Oké. Okay. Aha, jó, oké. Okay. Oké. Oké. Okay. Okay. Oh, ja, ez ilyen izé. Ah, értem. Oké, okay, tehát ez egy... Hogy is hívják? Hol vagy? Au! Oh. Hát ez nagyon izgalmas. Oké. Okay. Hoppá, ó, ezt még meg kell tanulni! Jó? Ó, ne. Nagyon jó! Aha, when the indicator appears. Counter shot! Ez az volt, nem? Ez annak számít. Jó. Jó van, ez egy elég szar játék, gyerekek, Jézusom! Ilyen lesz! Jézus, nagyon kaotikus, hopp, itt vagyok! Gyere! Oké. Okay. Aha, mit jelent, melyik az indikátor? Oké, okay, itt vagyok. Fantasztikus. Ennyi no kapom, hogy belakadták volna a Junkratet is? Igen, úristen, amint szabad kezdet adtak, egy kicsit megéreztem, hogy mi a baj az embereknek ezzel a játékkal. Nagyon, nagyon, görcsölős. Shield harvesting, shoot enemies within the legs until they enter a shield harvestable state. Oké, oké. Jó, jó. Lábra kell lőni, oké, okay, sweet. Loving the evolution, ugye? Így van. Na, halló. Ja, és ennyi volt a Shield Harvest. Értem, és akkor visszanyertünk életet. Oké. Okay. Oké, okay, látom. Hol vagytok? Ebben a játékban hogy fogom én bárkinek a lábát ellőni? Úgy, így. Oké, okay, értem. Így. Pont úgy, ahogy az előbb. Oké. Okay. Még azt hittem, hogy menő vagyok. És begyűjtöttük a shieldjét. Oké, okay, oké, okay, adom. Van még valaki? Nem tudom eldönteni még, hogy hogyan érzem magamat ezzel a játék a kapcsolatban. Mit ki kell még megölni? Nem látom a térképet látom, de... Oké. Okay. Aha. Nem, az egy másik karakter volt! Jó! Aha, tehát lehet így kombózni, értem. Oké, okay, tökéletes. Oké. Okay. Hol vagytok még, srácok? Ott vannak még. Ez annyira menő, ez a teleportálás, ez kurva jó. Itt vagyok, jó, meg kell csinálni. Hopp, megvan a Shield Harvest, nagyon jó. Az első fél órában vagy megszereted, vagy törlöd. Igen, valami ilyesmi élményem van nekem is. Az a baj, én a TPS shootereket annyira szeretem. Annyira, az összes TPS akciójátékot mind nagyon szeretem. Valahogyan ez nagyon régóta ez a kedvenc akcióformám. Tehát én az FPS-ekben nem vagyok soha annyira jó, viszont ezekben a TPS-ekben nagyon rá tudok állni. Voice acting elég jónak érződik eddig. Azt tudom mondani, hogy alapvetően nem rossz.
Na. Then you got the Sudoku and crosswords in convenient spots for once. Comics, new ones on page 2. Oh, be the best edition they've ever seen. Ooh, Brainiac. It's Brainiac. Hey, Waller. Skull ship's honked off at us. Over. All of you, move to the objective. The Promethean shield is up, but it won't last forever. Warhammer 40k Space Marine-t még nem látta, de kurva unalmas játék. Nagyon unalmas játék, de a sztória miatt megéri végigjátszani. Abszolút. Abszolút. Na. Those shark fights do sound pretty cool though, big man. Move to the engagement zone, Task Force X. Oké. Imádom, hogy közben le tudok esni a izéről. Aha, de nem töltődik újra, oké. Ja nem, ő velünk van. Megyünk, hova megyünk? Ide jövünk, ugye? Aha, látlak. Oké, pozícionáljuk magunkat. Nagyon jó. Ó, oké. És az altal tudunk evédelni. Jó. Hoppá. Na jó. Shieldet szereztünk, aha, látom most már az életemet is. Oda felmegyünk. Hello! Itt vagyunk, magasan. Nem tudtuk kivenni az életet, semmi volt. Átmegyünk oda, hopp, itt vagyok, halló, haver. Kicsit dezorientáló, hopp, egy nagyon rossz helyre pozícionáltam magam, nem baj. Áj, de kurva irritáló ez a játék. Nagyon, nagyon irritáló. Nagyon irritáló. Lábadat ellövöm. Itt vagyok, hopp! Azt se tudom, hol vagyok. Jó, oké. Értem, evédelni kell. Oké, akkor felmegyünk ide. Na, a lábadat akarom ellőni. Jó, megvan. Így evédeltem, tessék. Oké. Miért van helikopter? Miért van helikopter? Oké. Miért van helikopter? Valaki szólhatott volna nekem a helikopterről. Aha, jó. Oké. Azt megöltük, azt hiszem, az nekünk jól esett. Helikopter alig él. Gyerünk, menjünk fel a helikopterhez, azaz. Oké. Oké, nem rád céloztam, de elfogadom, hogy létezel. Oké, valamiért shield beseltük, rendben! Jézus várjám, gyerünk fel! Oké, fel vagyok, hol a helikopterem? Miért vannak sniperek is? Oké, valakit eltaláltuk egyszer, ez fantasztikus, ez eddig nagyon jó. Gyerek, egyébként valahogy haladok. És négyen vagyunk. Te felejtsél engem, légy szíves. Jó? Oké, shield harvesteltünk valakit. Felugrottunk, nagyon jó. Megyünk azért a szaros sniperért. Hát, felugrottunk, nagyon jó. Tiszlók és elment a sniper. Kurva menő. Oké. Megöltük elvileg a snipert, ez jó volt. 2-1, mi történik? És mi járt le az idő? Ja, hogy meg kellett volna ölnöm valahány embert? És sikerült? Nyertem? Úgy érzem, hogy veszítettem! Jézus, oké, itt se vagyok, hova megyek? Még nézem a térképet, megyek. Oké, valamerre menekülnünk kell, hol van az evac point? Látom, kéne néznem, oké, 1000 kilométerre arra. Oké, átmegyünk, whoop! Azt hittétek, mi bazd meg, hogy be tudtok táblázni? De nem. Jó. Oké. Jó, felugrom oda. Elvileg itt jó vagyok egyébként. Igen, jó irányba megyek. Jó. Á, de pont leestem!
Jó, gyerünk, menni fog, ez az! Sikerült visszajönnöm! Sikerült, csak nagyon sokan vannak! Ugorj! Ugorj! Itt van, itt sem vagyok, Jézusom! Jó, csúszok, csúszni is tudok! Sikerült, nyertem! Jaj, de mocsok ez a játék, bazzeg! Nem tudom, hogy mi történt. Valószínűleg tölti... Igen, tölti a következő. Oké, oké, rendben. Kezdem érteni, hogy mit mondott a Nessai. Javarészt annyit mesélt a játékról, hogy én jobb vagyok benne, mint ő. De ezen túl arra kitért, hogy nem jó élmény lövöldözni. Innentől kezdődik a játék, oké. Zene jó, zene on point. Zene on point. My name is Amanda Waller. Imádom, az Amanda Waller karaktere a legjobb. I am the director of Argus, a division of Homeland Security you've never even heard of. But we've heard of you. And I'm here to make you an offer. You're tenacious as junkyard dogs. Okay. Desperate. Hungry. Okay. You know how to survive. Now that might make you the kings and queens of Arkham, but outside these walls, the world's forgotten about you. And you're going to spend the rest of your life. Hogy nem balettozni? Oh, ott az a balettozás, jó van. Oké. I could change that. Zavaró, hogy ennyire vékony az Amanda Waller. Kövérnek kéne lennie. De nem baj. Ezt a szorít már vágjuk. Hey, Harley Quinn, Arkham Gazette. Just a quick question. What's with the frickin' shark? I would be happy to introduce myself. That won't be necessary, King Shark. This is a microbomb injector from our friends at LexCorp. Mm-hmm. Stick it in your target's neck, and it's good night. You want this to be where you take your last. Okay. No. Alapsztorit nem változtattak. Help me. I only need one of you. As for the other three. Fú, nagyon Margot Robbie-ra mintázták. Nagyon hasonló. De nem baj, mikor Harley Quinn nagyon nehéz igazán gyökeresen megváltoztatni. Karaktermodellek nekem nagyon tetszenek. Megfelelően valóságosnak érződnek. Értitek? A cápán kívül. So. Nagyon szépek a bőrtextúrák is kurva jók. All right. Sorry. So, makes sense Waller would want the world's deadliest assassin in her pocket. I don't know what she wants the rest of you for. Knowing Amanda Waller, it is nothing good in my experience. What the heck is your experience? And what's a fish doing in Arkham? You got mental health issues, Shark. Generalized. Yo. Bell Rev Penitentiary. Can you all focus for one damn minute? This is clearly a trap. Any of us touch that thing, none of us is getting out of here. The prisoner's dilemma. What's the bloody dilemma? This prisoner wants out. Come on, Captain. You just got here. I've been inside 5 freaking years. Feels like I've been stuck in this conversation for 5 years. Can we please? Jó, jó, karakter dinamikák remekek. Interrupting your being strapped to a gurney? Isn't Deadshot supposed to be white? Aren't you? Yeah, yeah. Komikák rövid kérdés. Okay, so are we gonna do the murder each other thing or what? Okay. Because I'll be straight with you. I'd kill anyone to get out of here. I'd kill you. I'd kill myself. Nobody's killing anybody. If no one goes for the bomb, Waller comes back in here. See, she's not dealing with 4 screw-up psychos. We all get out. So then we do nothing.
Excellent. I have grown quite skilled at... Enjoy your nothing, idiots. Maybe you should have spent less time in brain class and more time learning how to pick locks. Because it looks like Captain Boomerang... The Looney Tunes rajzfilm nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon jól lövik a sztorit! Ez, bazd meg gyerekek, milyen intro! Ezzel kellett volna kezdeni, mi volt az a szaros gameplay? Hát én ezt akarom nézni! Fenn van YouTube-on a sztoria? Megnézhetnénk együtt! Kurva jó intro! Kicsit furcsák a textúrák itt valahogy, de... Hülye vagy, képzeljétek el egy ilyen, hogyha ilyen lett volna a Suicide Squad! Egy ilyen kis swing zene, így gyilkolják egymást ez a négy idióta. És mindegyik valahogy máshogy szerencsétlen, ezt tökre adom. De alapvetőleg a karakterdinamikákat jól vázolták fel egyetlen dialógussal. Örülök is. Nagyon jó! Hey! Welcome back! Who wins? No one. There are bombs in our heads. We are all losers. The shark's right. She played you all. You played yourselves. Welcome to Task Force X. Top notch, bazd meg! Ez miért nem sikerült egyetlen egy filmbe se? Miért nem sikerült egy ilyen egyszerű, szépen bemutatott stílusos intrót csinálni egyszer se ezeknek a karaktereknek? Jó, csak ezután az intro után frusztráló lett volna a gameplay, ez lehet. Actually, I'm the son of a god. It is my shame to suffer mortals and their buffoonery. Örülök, hogy megtartották a háttér sztoriát. Wasn't planning on picking up a bunch of liabilities in Arkham. Imádom, hogy annyira fontosnak gondolja magát, az meg, ez tökéletes karaktertulajdonság. In-ear CIC comms. Bet we can hear your bullshit wherever we go now. You guys are making a girl miss solitary. Still, sure is nice to be out of Arkham. Thanks, douchebags. Well, we could have started wrong. Érzek valami extrát a Harley Quinn játékában. Egy kicsit emberibb, kicsit kevésbé komikus. Nem? Pár beszólásában látom az embert a röhögő kislány mögött, és ez nagyon fontos. I do not know if we passed or failed. Well, four exploding heads are better than one. Where are we going and who are we killing? Egy tradicionális Harley, de néha látok egy embert mögötte. Is that big dropkick driving the flame and train? I am not. I have never traveled by train before. Oh, brilliant. You jinxed it. This ride's like the Aussie. It's old and it stinks. Joke's on you, love. I'm not that old. Sharkman, pull that brake lever. Guys, I thought working together would be a train wreck, and you do not disappoint. Yo. Próbálok nem folyamatosan pofázni, hogy ne basszom el nektek az élményt, ha esetleg elsőre látjátok. Azért nem narrálom annyit. De ez, mondom, a történeti része engem tökre érdekel már. Három-öt óra a sztori? Ó, az kár. Hey, hold up, big man. What is it? Nézzétek meg a textúrákat a bőrén. Kurva jó. Feel what? Is this a trick?
Nem tudom, hogy miért ez, így néz ki nekem ez a játék, hogy itt... Aha, nem, rendben van. Congratulations, Task Force S. If you're hearing this, at least one of you made it to the area of operations alive. No thanks to the shark. Silence, Australian. Egyre furcsa, specifikus. Na mesélj. Here we go. Each of you has a C4 charge in your equipment. Use all of them to detonate the old station schedule wall. Okay. Story karakterek és a köztük a kémia nagyon jó lett. Ezt érzem én is teljes mértékben. We've got ours. Daily Planet. Slam! Csak megpróbálni, grafitikben néha szoktak lenni easter egg-ek. Oké, okay. Jól van! Az a baj, hogy most megint játszani kell. Ez micsoda? Ezt elfelejtettem. Ez a sniperünk. Mi ez a szürke? Ja, az a töltény gondolom, ugye? Á, igen, azt ismerem ezt a rendszert. Oké, okay, mehetünk. Több változat... Igen, igen, igen. Visszaértem, Gergő még... Én ott! Igen, még rendben vagyok. Azért hátrébb állhattam volna, csak csetet olvastam. Figyelj, a játék az... A játék élmény eddig az nekem... Ilyen ingerleves, ingergulyás volt, bazd meg. Kiégette az agyamat, de a sztori nagyon tetszik. És mit kell csinálni? Oké. Okay. Izgalmas puzzle-ök vannak itt, hölgyeim és uraim. Ó, ne! És ilyen szarruhában vagyunk, lehet venni ski neked? Mondjátok, hogy nincsenek benne mikrotranszakciók. Kérlek, mondjátok, hogy nincsenek benne mikrotranszakciók, hanem ez egy kész játék, amit odaadtak nekünk. Bazd meg! Istenem! Jaj. Warner Brothers, lehetnél különb. Na. Ó. Oh. Szuperhős múzeum. Oké. Create multiplayer session of the squad with the social screen. Ja, tehát jöhetnének a többi karakternek többiek. Oké, erre nincs szükségem. Mit kell csinálnom? I have read much about the Justice League, and still they are larger than I expected. Those holograms aren't actual size, Sharkman. I know that. Oké. Steal stuff. Nagyon jó, ez a feladatunk. Már is megyünk. Put your big grim pants on and let's swap some trophies. But I'm not gonna lie. I have tried on Riddler's bowler hat. Okay, és itt valami mit kell csinálni? The bad guys we defeated. All of us in the Justice League believe that part of being a hero. De csak skinek vannak erősebb fegyver, például nem tudsz venni. Teljes árujáték! A skin is lehetne ingyen! Faszom! Teljes árujáték! Mindjárt be... Az meg, Gergő. Gyere közel, fia, ne aggódj! Töltény, totál ingyenes. Egészen végig a játékban. Annyi töltényt szerzel, amennyit csak akarsz. Oké, mit kell ezzel csinálni? Miért nem enged megnyomni semmit? Van melee-ütésem? Nincs. Oké, okay, akkor megyek tovább. De nem, de miért nem engedi ezt?
Ah, értem, nem eleget lőttem. Nagyon jó. Speed Force Gauntlet. Jó, de belelőttem másfél tárat, aztán nem jött szét. Nem értettem, hogy mi van. What the hell you got there? Thought this baby was a myth. Speed Force Gauntlet. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. Myth you read. Ja, és most kapja meg mindenki egy kis specifikus karakter. Egy gyerekek, nem tudom, miért ilyen a koszosnak érződik a grafika, ez nektek is így néz ki, vagy az én gépemben van valami rosszul beállítva. Látjátok itt az arc bőrét? Hogy ez ilyen rezgős. Ez nektek is így van, vagy ezt nekem kell valamit beállítanom? Riddler, 1080p miatt az lesz az. Kell vennem egy új monitort, mert van egy nagy monitorom, meg egy kicsi. De ez a kicsi, ez már kezdi mutatni a korát, úgyhogy valószínűleg ki kell cserélnem, vennünk még egy 4K-s monitort. Jó! Hát gyerekek! Megkérdezem az ipont! Használjátok a kódomat! Na ezek a kis emberi pillanatok nagyon kellenek a Harley Quinnnek. Ez az, ami a filmekből kimaradt. Amikor látszott rajta, ott valahogy mindig vagy vicc volt, vagy szomorú. Vicces volt és szomorú volt, és vicces volt és szomorú volt. Itt egy kicsit úgy érzem, mintha egy húsvér karakter lenne, nem csak egy poém. That hat's not gonna get you vertical, Shark. I can make my own way up. Ők tényleg nem tudtak egymásról egyáltalán? Eddig. Well, tickle me stupid. Shark can fly. Alright. New toys, loaded guns. Let's get up on that roof and get our freedom. Ragadozó madarakban szerintem jó volt. Ragadozó madarakban volt a legjobb Harley Quinn, és ezt senki nem akarja hallani. Ezt senki nem akarja hallani, de a legéletszerűbb, legrészletesebben kidolgozottabb, legjobb Harley Quinn az a Ragadozó madarakban volt. Ez van, ez van! Tudom, hogy senki nem látta, tele volt nővel, úgyhogy a srácok nem voltak hajlandó, a srácok egy része nem volt hajlandó megnézni. Nem volt egy nagyon jó film, nem volt nagyon tragikus sem. A film nem volt méltó hozzá, nem volt nagyon jó film, de nem volt azért tragikus se. Az első Suicide Squad szerintem sokkal rosszabb. Sokkal, sokkal rosszabb. Mondjuk annál bazd meg, nagyon kevés dolog. Sokkal rosszabb. Értem, és akkor így kell becsatlakoznunk. Jaj, csak nem nyomni kell. Oké. Na, jön megint a lövöldözés, srácok, most fókuszálnom kell. Készen álltok az Epic Gamer Boy narrálásra? Kérdéseket teszek föl, horkantok, üvöltök, és néha elérem, hogy tovább jussunk. Are you ready? Ez mondjuk elég epic. Ez elég epic. Mit tud ez? Brainiac! Hülyeséget mondok, ez a Brainiac hajója, nem? Nem mindegyik poém működik azért, de... Azonnal megy agyúhoz palaszkodni. Oi, Walla! What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. There's a giant skull in the sky. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. We're sending a signal transponder to your location. Okay. Your orders are to activate that transponder. Waller out. Give me one reason why we should go out into that shit show. The bombs, dumbass. Morbid curiosity. Nagyon jó! Nagyon jó! Én adok egy erős B pluszt erre az írásra, gyerekek, és nem, mondjuk A minusz. Nagyon jó!
Nagyon kellemes. Nem mindegyik poén landol, de nem is kell mindegyiknek. Igazából ez úgy, ahogy van, kurva jó. Na! Oké, játszani kell. Szedjük össze magunkat. Nézzük meg a feladatot, hogy mit kell csinálni. Mennyi az alapéletünk? Oké, rendben. Evenly match. Nagyon köszönjük. Oda kell menni. Megyünk. Okay. The hell is that? Is that a bloody alien? I suppose that counts as activating the transponder. Itt jönnek a generic gonosz alienek. Le lehet mészárolni, de vér nélkül ne aggódjatok. Oké, oké, jobbról kerülünk, jobbról kerülünk. Jó, ez meghalt. Oké. Oké. Hoppá. Na ez a probléma. Hoppá, miért mindig a lábaidat akarom ellőni, bazd meg? Úgy. Oké, nem kell mindig a lábra célozni, tele vagyok shield-el. És próbálok kicsit lassabban játszani, hogy meg tudjam érteni, hogy mi van. Oké. Oké, és akkor ezzel begyújtjuk a shield-eket. Jó. Mondjuk ez lehet, hogy... Mi? Egy fegyverem van? Ja nem, nem, csak túlságosan túlgörgetem, oké. Bemegyek mögéjük. Úgy. És nem tudok fölfelé célhozni, jó? Azt érdemes megtanulni. Jó van, oké. Kb. Meg vagyok. Hoppá! Mi történik? Ez mit csinálja ezt? Oké. Jó. Egy kicsit lassabb... Kicsit lassabb ritmusú a lövöldözés, akkor az kiismerhető. Vajon mi fog történni, srácok? Nem olvasd már a játék nevét. I was just about to ask you the same thing, Quinn. Wait, Floyd Lawton? They've got to do something about security at Arkham. You know what? I'm in the middle of recon for Brainiac. Let's walk and talk. Ennyi a lényeg, hogy a Brainiac mindenkinek átvette az uralmat az agya fölött. Look at that. Okay. Insurgents can't touch us. Brainiac doesn't hey, get... You keep saying Brainiac like it's a thing, but I don't think it's a thing. Brainiac's the one finally bringing order to this world. Making a home for his people. All this, soon it'll be a new planet Kolu. Most jön a lényeg, oké. For what? 3 weeks now? Mm-hmm. Of that and securing loose metahumans. But looking at you, I don't see the potential. Either way, we'll put you to good use. Ja értem, és mint a Pokémonokat begyűjti az összes szuperhős. Nagyon jó. Mr. Lantern, sir. I'm no meta. I want you to see this. Igen, egyébként fair enough, ez egy jogos kérdés volt. Oké. Ez Mr. Tutorial? Mr. Információ közlés a történet hátteréről? Kicsit gyenge, ez egy gyenge megoldás, de jobb, mint olvasni, jobb, mint olvasni. Oké, őt fogjuk először megölni? Lantern!
I'm putting 2 rounds in this Brainiac skull. Then I'm coming for you. Yeah? Maybe I'll tell him I only found 3 metas. And 1 dead body. Cut the piece. Flash! It should make you. I wondered how you got off the ship. Speedster secret. Ez az! A Flash még velünk van! Még! Let's make you right, buddy. You know, that's just what. Na kíváncsi! Kíváncsi vagyok, hogy melyikőjük nyerne. A Flash vagy a Green Lantern? Szerintem a Flash megveri a Green Lantern-t, mert egyszer túl gyors hozzá. Oké. Ugye? A Flash az őrű, de a gyorsaság az egy őrült erős szupererő. Szerintem erősebb, mint a tudó gépfegyvereket csinálni a semmiből. Ugyanakkor, hogyha a Green Lanternnek megvan az összes gyűrűje, mint a képregényekben, akkor talán nem. Szerintem is a Flash. Szerintem is a Flash, ugye? Oké. Okay. Hát menjünk. Ah, értem, így szlájdolni kell, és akkor nem fáj. Nagyon szeretem ezt a bumerángot, kurva jól megoldották egyébként. Jó, 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 érzem, kezdem érezni a ritmusát. Kezdem érezni a ritmusát a játéknak. Szépen, ilyen, ez a max tempó, amit szerintem elbír ez a játék stílus. Kedvenc karakterem a Flash, de jó hallani, hogy valaki szereti a Flash-t. Flash egy annyira alul értékelt karakter. Mondjuk a sorozata a DC-ből kb. Csak neki lett jó. Javítsatok ki, a tévedek, de úgy emlékszem, hogy egyedül a Flashnek egyes szezonja is sikerültek jól. Hoppá, mi ez itt? Te mit? Mi? Megrázott az áram? Ó! Oh. Oké. Okay. Ja, hogy ezt csak így is tudok csúszni! Oké, adom! Na, ez a bumerang, ez remek, bazd meg! Ez a legjobb az összes mobilitási eszköz közül. A jetpack az egy közel második. A Harley Quinn az szerintem egyszerűen a pókember játék az jobban csinálta. A Shark az meg talán kicsit túl egyszerű. Ja, ez a bumeranggal jót döntöttünk, srácok. Ezt én nagyon élvezem. Zöld íjász, nekem tetszett az első 2 évadában, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Oké. Okay. Mi van az a töltényekkel, gyerekek? Kell felvennünk töltényt vajon? Vagy csak lövünk? Ó, az micsoda? Should we not do something? We've tried. Those are innocent people up there. So far, any attempt to intercept triggers the drones to escape. Continue your recon. Hmm. Megpróbáljuk elkapni őt? Szerintem próbáljuk meg. Aha. Hopp. Ó, és elteleportálnak. Oké. Okay. De adom, hogy van erre külön voice line. Rendben, megyünk tovább. Na nézzük, azt mondja, hogy... Aj, ez annyira battery, bazd meg. Teljesen meglepő, de... Sose gondoltam volna, hogy pont a boomerang lesz a legjobb. Hello! Oké. Okay. Aha, reloadolnom már kell! Oké, okay, ezt örömmel hallom, hogy ezt legalább kell. A Justice League Hawkgirl bírom? Hawkgirl az animációs szériában én is nagyon szeretem. Jó karakter. Egyelőre nincs betervezve a legjobb tudomásom szerint. Ja, de az új DCU-ban lesz Hawkgirl! Lesz Hawkgirl az új DC-ben. Aj, nem tudom, hogy hol. Utána kell néznem. Film Hear stream-en megnézzük. Oké. Okay. You lot better start calling me Captain Boomerang. Let's go. Nagyon jó.
Going the right direction. Just keep those numbers going down, and Speedy Boy's as good as ours. Okay. Just a Friday night back home. Gyere ide! Engem, shotgun, ez távolra annyira nem jó, úgyhogy mindig közel kell kerülnöm. Meglepő módon! Trekkeljük a flash-t, aha! Kurva jó, nagyon magasra fel tudunk jönni. Jó lehet ezt a dupla ugrást is használni. Ó, elfejtettem a kontrollt használni. Oké. Még a mozdulatokkal meg kell barátkozni. Visszavonom egyébként, ez... Hoppá. Nagyon-nagyon szórakoztató a bumeránga. Folyamatosan közelébe kell lenni mindenkinek. És ezért mindig teleportálgatni kell jobbra-balra. Kicsit olyan érzésem van, mint a Nightcrawler lennék az X-Menből. És akkor oda kell teleportálni közelre, folyamatosan ugrálunk, nagyon adom. Oké, megyünk tovább, hova kell mennünk? Itt vagyunk. Oké. Nagyon kellemes. Lehetséges, hogy nem élvezném ennyire ezt a játékot, hogyha nem ezt a karaktert választottam volna. Oké. Szia, Flash! Oké, menekülünk. Hoppá! Oké, azért nem lehet mindenhova menni. Giant Green! Lehet, hogy meg fogom tanulni végre az ausztrál akcentust. A végig játszom ezt a játékot, adom. Miért mosolyog így? Periódikusan. Oké. Hol van a Flash? Flash, I'm trying to be easy here. Brainiac just wanted to talk. Like how he talked to you? Tök jó lenne ennek a részesének lenni ennek a játék jelenetnek. Oké. Oké, mit kéne csinálnunk? Rescue the Flash. Hoppá! Én itt vagyok veled! Ójjaj, lehet, hogy nem kéne itt lennem veled! Oké. Oké, ez kicsi standard játékmód. Azaz! Jó. Hova kéne most mennünk? Ja, megyünk a Flash után. Oké, rendben, megyünk. Imádom, hogy így utána fut. Fel a épületeken is. Nagyon jó. Nagyon jó. És ott van, oda megyünk gondolom, ugye? Igen, így van. Nem tudunk átteleportálni, pedig azt hittem, hogy át tudunk ugrani rácsokon keresztül, az nagyon menő lett volna. Várjátok, hova megyek én most? Én nem is igazán követtem egy ideig, hogy mit kéne tudnunk csinálni. Itt vagyunk. Valamit én nem látok. Ja, itt kell állnunk. Jó.
A csapattól együtt kell maradunk, nem mehetsz egyedül. Ó, hát ez egyértelmű. Szevasztok, srácok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem. Nagyon, nagyon szociálisnak érzem ezt az élményt. Vér? Elkapták a flash-t! So where's the flash at, genius? You've wasted our time. Elkussoljál már. Oh, ye of little faith. Thing about Flash is, he's a coward. Guy like him sees a guy like me coming. He starts quaking in his boots. Quaking too fast to see! What? Atomic vibration crap doesn't fool me, mate! És papus is zokni! I owe him a tinny, even if he is a cop. You can buy Lantern a beer after I put him in the ground. Oi, this is about me and Flash. Get your own moment, why don't ya? Seems to me like this is about... Okay. Ezek annyira generic gonoszak, annyira tipikus alien gonoszak. Lehet, hogy képregényekben voltak, de a kreatív dizájnt én azért megkérdőjelezném ebben az esetben. If he gets captured, I'll kill you myself. You know, I'm starting to not like her. Oké, megyünk, most megint jön egy lövöldözős rész. Meg kell kerülni, hogy egy irányba kerüljenek. Jó. New intel. Melee enemies with kinetic shields to open them up. Got it? Oké, mi vagyunk fönt. Nagyon jó. Oké, megyünk át. Ah, és itt vannak a töltények, látom! Itt vagyok mögöttetek. No, double shield! Újra kell töltenem. Úgy mindig úgy meglepődök, mikor újra kell tölteni. Ja, értem. Itt vagyok. Tudom, ezt nem szabadott volna engedni. Aha, látlak. Na ez nehéz lesz, várjátok, gyertek ide inkább föl. Köszönöm szépen. Gyere föl, úgy. Jó, te mit csinálsz ott? Gyere le! Jó. Na ennyi, azért ugrásból a sniping az még megvolt. Mondjuk nem nagyon nehéz azért irányítani. Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy mégiscsak billentyűvel és egérrel játszanám ezt a játékot. Ezután filmhírstream, abszolút. Egy kicsit, ez is félig meddig egy filmhírstream, mert igazából a sztori volt a legérdekesebb része. Ami újra jön! There were survivors. They have fled recently. Leaving snacks in their wake. They had the right idea. Somebody find the back entrance. Best dirty movie I ever saw. Oh, crap! This door will not hold. We must barricade it. You stay here, pal. Ez jó rész lesz, na kíváncsi vagyok. Az mi? Levágta az ujját? Na milyen? Egy újabb, izgalmas gonosz? Csak nem egy világító alien szörnyeteg. Srácok,
Nehogy meglepjetek itt. Gonosz Batman! Gonosz Batman! Gonosz Batman! Úristen, de jó. És megöli a rendőrt, és onnan lehet tudni, hogy gonosz. És akkor itt leesik, így van. Így van. Verhetetlen. Hopp, hopp. Kapott egyet a nyakába. Barátnőm nem sétálnál így, hogyha az artériádat eltalálták, de mindegy. Ivo Batman! Annyira... Köszönöm! Köszönöm, bazd meg, hogy elkapták a Batman-t mielőtt a Flash-t! Legalább ezt megadjátok nekem, hogy ne... Nehezebb elkapni a Flash-t, mint a Batman-t. Annyira utálom, hogy ennyire túlértékelik a Batman-t. Bajba vagyunk! És ez most ilyen Arkham... Arkalmas lesz ilyen survival, jön le a leveg, mi az a felső emeletről? Igen, és nem látok semmit. Oké. Batmannek van pénze, mi kell? Még abszolút én egyetértek azzal, hogy a Batman legyen menő. Azt nem akarom, hogy mindenkinél legyen erősebb örökké. Oké, itt vagyunk, meg vagyunk, király. Jó irányba is jöttünk, ez fantasztikus. Ez egy horror. Erre ki kell másznom? Tudok googolni egyáltalán? Nem úgy néz ki, hogy tudok googolni. Oké, aha. Megnyomhatom a gombot? Szeretném megnyomni a gombot? Ez olyan, mint a Mad Max 2. Olyan érzésem van, játszott valaki még a Mad Max 2-vel? Úristen, ez pont ugyanilyen élményű volt, ezt nagyon adom. Oké, megyek. Megyek, nyugi. És a bat szimbol... Oh, no! Dodzsoltam. Nagyon adom... Ne! Itt ne! De geció, és a Joker van a kezében, nem a Robin. Mert Robinnak kéne ott lennie. Jaj, de jó! Imádom, nagyon okos, kreatív, szeretem, ez egy jó jelenet sor. Hopp. Hopp. Oh, ott van valahol, nem! Meg akarom nyomni a gombot. Nem engedi megnyomni a gombot. Nem! Bazd meg, még eldodzsoltam, oké. Harmadjára csak nem talál el. Jó. The Arkham Knight, ezeket szerintem ezeket meg lehet nyomni. Én csak nem figyelek oda. Nem lehet megnyomni, oké. Ne, ez geci jó! És akkor most vele tudunk menni tovább? Ez kurva jó! Oké. Úristen, ez egy nagyon jó jelenet sor. Hát én ezt nagyon imádom. Oké, itt vagyunk. Fel tudom kelteni? Nem nyilván. Most minket le fog vadászni? Látlak, figyellek. Figyellek, tudom, hogy itt vagy, bazzag, tényleg elkezdtem félni, ez kifejezetten izgi. Kifejezetten izgalmas. Oké, megyek az emergency door-ra. Jó. Nyugi. Srácok, ne féljetek már! Nem kell aggódni. Oké, nem tudok falat mászni? Nem, úgy néz ki, hogy nem tudok falat mászni, oké. Korlátolva van az élményük. Nem, oké. Dead Space. Nem, bazd meg, mindenhol. És egyszer ki fog jönni, most fog kijönni. Ott mögüle. Látlak, a kurva anyád. Ó, szerintetek harmadjára is eltalálja magát? Várjál, ezt megpróbáljuk itt kimenni. Nem. Nem. Na szerintetek harmadjára eltalál? Sikerült. Gyerekek, sikerült. Hopp, nem, itt lesz. Ne, tudtam, hogy itt lesz! Mondtam, hogy ott lesz! Micsoda izgalmak, oké. Oké, már csak ketten vagyunk.
Mégiscsak valahogy megoldották, hogy a Batman legyen az atya úristen. Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! Szerintem ezt nem is lehet megnyerni, egyszerűen csak végig kell mennünk. Úgy, úgy. Ezt szerintem ki tudom nyitni, mert én nagyon nagy vagyok és erős. Gyere! Erről van szó, tudtam én. Azaz! Egyértelmű volt! És a Harley Quinn maradt! Tökéletes! Hoppá, igen, az a fal, várjátok, akkor nem erre kell mennünk. Úgy, úgy, arra kell mennünk. Gyere, Harley. Gyere, Harley, neked biztos sikerül. Ha valakinek, akkor neked a... törékeny kislánynak. Várjál, nem, ezt már, ezt próbáltuk múltkor kinyitni, és ez nem sikerült. Jó. Mert most hogyan kéne arra jutnom? Aha. Várjátok, kicsit el vagyok tájolva, itt valahol át kéne tudnom jutni. Nem tudok fölfelé menni. El vagyok tájolva, ja. Itt kéne tudnom elmenni esetleg? Aha. Ide, oda hogyan jutok vajon? Oké. Okay. Aha. Erre kell kijönnöm? Flash. Ott van! Ott van, elkapjunk, elkapjunk. Ha valakinek, nekem és a baseball ütőmnek sikerülni fog. Gyere ide, tukuljon. Látlak, bazd meg. Aha, de ez egy sziluett volt, vagy egy izé tábla. Tökéletes. Micsoda vezetett élmény. Szerintem ez még menthető, srácok, ne aggódjatok. Ne aggódjatok. Green Lantern, I have the Flash. Your four escaped criminals. They led me right to him. No, not a threat at all. Still, let their corpses strike fear into those who'd resist. És nem fog tudni megölni. Yeah, Flash! Hát Flash itt az igazi hős! És elkapja a golyót! Megöli? Nem? Nehogy megölje! Nehogy megölje, bazd meg! Ő neki még vissza kell jönnie, mint főellenség. Alive. Of course, Brainiac. Azért mondom, ő még kelleni fog, mint főellenség, ne? Ne hülyéskedj, Bat! Ne hülyéskedj, Bat! Most mindenki húzza a lábát, nagyon adom. Jaj, látszott, hogy odafigyeltek erre az élményre. Okay. Real Batman experience. Hát ez hibátlan. Játszott valaki a Max Payne 2-vel? Azok csak az idősebb nézőim tudják, hogy miről van szó. Fantasztikus játék, és nagyon hasonló volt a teljes játék hangulata, mint ennek az egy szegmensnek. Abszolút kurva jó. Hogyha valaki elviseli a régi játékokat, érdemes vele játszani. Remek. Arkham Story-t most tudod megnézni. Ó! Oh, köszönöm. Tehát most tudom megnyomni a gombokat is? Aha! Aha! Nem tudtam én, sejtettem én. The city's darkest hour was yet to come. Gathering Batman's remaining foes into an unholy alliance, the crazed Scarecrow plunged Gotham into a waking nightmare. Welcome to Gotham, the city of fear. Ooh. You thought me gone? You a Scarecrow design. Waters beneath Arkham,
But like all submerged, forgotten fears, eventually I returned. Somehow Palpatine returned. Ez az Arkham játékok sztoria! Jaj, de jó! Hát ezt nem kell végignéznünk, mert végigjátszottam, de nagyon adom. Ádám, köszönöm szépen a Prime Subscription-t, köszönöm szépen, hogy támogatod a műsort. A hármat vittem sajnos csak végig a Max Payne-ből, viszont az első kettőhöz is szerencsém volt, legendás játékok. Az első az még elég bugyuta, a második az nagyon jó. Második a legszebb szerelmi történet, amit láttam. Ó, ez micsoda? Ez ki vagy? Jó a segged, ő kicsoda. Várjátok, ez most hagyd találjam ki, ne súgjatok, ez melyik karakter? Melyik karakternek vannak ilyen csípői? Annyira be fog futni, hogy férfiból van. Technika, DC, technikai, zseni, hologram. Batman közeli valószínűleg. Nem tudom. Új? Köszönöm. Oké, okay, még más így néztem, hogy súgjatok. Új karakter, akkor jó. Nem a cyborg. Szexi cyborg. Nézd, a gender swapolni kell valamit. Akkor a Félix számítógép karaktert szerintem belefér. Jaj, ne, megint játszani kell. Ne. Nem akarok játszani. Na jó, gyertek, játszunk. Ura Warner gyalázás? Bazd meg! A Warner gyalázás az nem egy mém, az egy őszinte érzelemdús állítvány. Hogyha ez valamit jól megcsinálnak, mint ennek a sztoriát egyelőre, akkor ezt elfogadom. Viszont bazd meg ez a játékmenet, hogy ez milyen geci unalmas! Csak ne sniperrel légy szíves, könnyebb lesz. Oké, okay, megyünk. Hopp, az mellé ment. Azaz, begyűjtöttük szépen, mert jó, megyünk tovább. Oké. Okay. Kezdem megérezni, kezdek ráérezni a ritmusára. Hoppá, ott van valaki. Megyünk oda. Innen, hogyha teljesen fölötte vagyok, akkor nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Oké, azt is adom, hogy az ellenfél elég okos ahhoz, hogy megmássza a épületeket, hogy valahogyan biztonságban helyezze magát. Ezt már látom, hogy ez véresen unalmas lesz, nagyon hamar. Bácsán, hova akarunk menni? Igen. Ó, kicsit túlságosan felmásztam, azt mondjátok? Helikopter! Na, attól múltkor beszartam, megpróbáljuk megölni? Gyertek, öljük meg a helikoptert. Ó, ez egy kicsit sok élete van. Ez annyira menő, bazd meg! Mondjátok, hogy nem menő teleportálgatni egy helikopter mellé, és shotgunnal arcba lőni. Come on! Hát ez fantasztikus. Ezért megértem már játszani a játékot. Várjátok most, ja igen, nem, most bejáraton akarunk bemenni, ugye? Nem. Hanem ott. És még pont feljutottam, fantasztikus. Story-t! It'd take a bloody genius studly hero to get us in that inner sanctum.
Végig ilyen lesz? Ójaj! A teleportálás egyik legjobb képesség. Úgy általában szerintem a szupererők közül a teleportálás az egyik legmenőbb. A repülésen túl én tuti, hogy azt választanám. Úgyhogy bárkitől bármit lehetne... Én a teleportálást választanám, bazd meg. Keci menő dolog. Egyrészt, másrészt pedig egy olyan logisztikai céget alapítanék, bazd meg, amitől milliárdos lennék. Nem kell bankot rabolnom. Nem kell bankot rabolnom. Szupersebesség engem egy idő után untatna, de a teleportálás az... fun. This entire time... Be cool, be cool. You can rip his arms off after we get in there. Got any other Flash body parts we should know about? Just the fastest thumb in the West. Teleportálás távolság függő, attól függ, hogy melyik teleportáló szuperhőst nézed. Elvileg a Nightcrawler egy idő után már mindenhova tudod teleportálni, ahol már egyszer volt, és tudja, hogy hova megy. Oké. Okay. Itt gondolom valami nagy sztori lesz, ajjaj. Na nézzük, hogy mi történt a Justice League-gel. Ha, ez a teljes map, gondolom. Nagyon jók az arcmimikák, remekek az arcmimikák. Oi! What's stuck up your ass? I'm getting the hell out of here, and this map is gonna tell me how. Jó, tippeltem, ez lesz a map. Meiko, köszönöm szépen 18 hónapot! Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen a támogatást. What? You tough guys never seen a bat computer? You can make it do all kinds of stuff. You can play Snake, you can... Wow. Wonder Woman! Ooh, gonna Wonder Woman! Az kemény lesz! You gotta be kidding me! Erről van szó! Gyere! Gyere! Mondjuk a Wonder Woman az amúgy sem nagyon jó, pozitív karakter. Aki látta az Injustice-t, az... tudhatja. Várja, ő még nem Brainiac-es. Nehogy ő legyen a legjobb barátunk. Nehogy pont a Wonder Woman legyen... Na! Úristen, én az a baj, az Injustice története óta én nem tudom elviselni ezt a karaktert. Bitch! Micsoda? Ez a csajizmos, gyerekek! Ennek ténylegesen egy Amazon kinézete van. Nem a Gal Gadot 45 kilója. Are you kidding me? A karakterdizájn hibátlan ebben a játékban. Explain yourself. I mask my insecurities with drink and bad behavior. Bad behavior. Musklis Wonder Woman? Nem, Amazon! Így néz ki egy Amazon, bazd meg! Izmos! Jó, nagy darab! A szó legpozitívabb értelmében. Amanda Waller. Unfortunately, you're damaging Argus property. This is some bullshit. Come on, Wonder Woman's third last Christmas. You have no authority here. Ez a dizájn tetszik a legjobban, nem csodálkozom. Look at that shit! Egyszerűen Gal Gadot után olyan jól nézni, hogy így több mint egyféle női alkat van reprezentálva. Now your friends are slaughtering the people they swore to protect. Batman, Green Lantern, the Flash, and Superman. You're the last one left, Diana. You need to work with us. They have been enslaved by something terrible. Their minds are not their own.
I will find a way to bring them back. We will defeat Brainiac and end this madness. Oké, ez a Wonder Womanhez, én örömmel társulok. This is a hall for heroes, not you. Mész a picse. Jó, rasszista. Oké, értem. Amazon. Meg kell adni neki. Sok mindenről maradtam le, sajnos mindjárt végzünk. De megbeszéljük a végén, hogy mit tegyünk a továbbiakban. Fact. That's where you come in. Na? Task Force X. Your new mission is to kill the Justice League. You've got no chance. I've eaten fish tougher than this bloke. I knew this day might come. And you better believe I prepared. There's another task force operative on site to support you. Na, ki? Meet with her before you go. That's all. Van még egy operatív alkalmazott. Hölgyeim és uraim, pont most lett vége a streamnek, és mennyire örülök. Hibátlan lezárás, pont túl tettük magunkat az intron, gyerekek. Story kurva jó, voice acting remek, karaktermodellek, atmoszféra, ott van a karaktermodellek kurva jók, az atmoszféra az valami. Ez a posztapokaliptikát én sose tudtam igazán élvezni. Így vagy úgy, a játék a legkevésbé érdekes része ennek a sztorinak. Ez a nagy helyzet. Itt vannak itt számok, gondolom lehet venni, igen, itt vannak a... Itt van, nézzük meg, hogy mennyibe kerül. Vegyünk egy outfitet. Hol lehet venni? Store. Na nézzük, hogy mit tudunk venni. Veszünk egy Captain Boomerang ruhát. Classic pack. 1000 pénz. Mennyi az 1000 pénz? Nem, várjátok, a Legendary-t vesszük. 2004 pénz. Vajon mennyi az 2004 pénz? Az 24 dollár? Get more currency. És persze! Pont nem lehet annyit venni! Csak kicsivel többet, vagy kicsivel kevesebbet, hogy mindig maradjon a pénztárcádban valamennyi coin, hogy legyen kedved még többet költeni. Ez a legundorítóbb szokás. Ezt a Nintendo is csinálja. Sosem lehet direktbe annyit venni, amennyit elköltesz azonnal. Mindig kicsi kevesebb, kicsi több. Whoop whoop. Kurva anyátokat. 2020 7000 forint. Ezt jól látom? 2000 coin. 2400 coin. Igen, ja, értem. Igen, az pont 2400. Oké. Okay. 2400 coin. Az 7000 forint. Srácok, nagyon érdekes a sztori. A játékmenet az kicsit közepes. Én ugye el vagyok vele, élvezem, de nem látok benne sok kreativitást. Többet nem játszunk vele, mert teljesen single player játékban 7700 forint venni egy skint, innen promótálom többet, de a sztoriát lehet, hogy végignézzük YouTube-on, úgyhogy jövő héten már nem tudunk ilyen streamet csinálni, ha visszajövök, akkor lehet, hogy megnézzük. Mit szóltok ehhez? Szerintem ez egy jó kompromisszum, nem kell néznetek, ahogy én szenvedek a játékmenettől, nem támogatjuk azokat a cégeket, amik fucking 8000 forintért árulnak egy single player játék skint, viszont megtapasztaljuk, hogy milyen a sztori, ami tényleg nagyon jól néz ki. Nagyon jónak néz ki. Ezt meg kell hagyni. Így vagy úgy, jön a Film Here Stream, negyed óra szünet, és térek vissza. Mindjárt itt vagyok, szevasztok.